A mai evangéliumban hallhattunk arról, hogy az Úr Jézus megkísértette a sátán, mielőtt elkezdte volna földi működését, 40 napra a pusztába vonult. Tehát mielőtt az Úr Jézus nyilvánosan föllépett volna, és tanított volna, vagy éppen gyógyította, és csodákat mutatta meg az ő isteni mi voltát, az volt számára is az ő nagy kérdés, hogy hogyan építse, hogyan valósítsa meg Isten országát. És valójában ezekben a kísértésekben megjelenik az az újszövetségi szemlélet, ahogyan a messiást várták. Mert Izrael népének az a feladata, és az Isten azért választotta ki ezt a népet, hogy az ő fiának az eljövetelét előkészítse. És az újszövetségben várták a messiást, de a messiás az főként messiás király volt, akitől azt várták, hogy mint király nagy népi teszi Izrael népét, felszabadítja az idegen uralom alól, sőt, Jave uralmát kiterjeszti az egész világra. Az Úr Jézus azonban ezt a messiás képet nem vállalja. A megkísértésekben, tehát akkor, amikor változtasd a követ kenyérré, megjelenik a jólétnek a kísértése, hogy az Isten fia olyan jólétet teremt itt a földön, amikor megszűnik az éhezés, megszűnik a nyomor. De ugyanakkor az Úr Jézus nem ilyen országot, ő nem földi jólétet akar elsődlegesen adni nekünk. És ugyanígy, amikor fölvezette egy magas hegyre, és azt mondja, hogy borulj le, neked adom a világnak minden kincsét, minden gazdagságát, akkor ebben megjelenik az ő politikai hatalma, az ő politikai ereje. De az Úr Jézus nagyon is látja a sátánnak a cselszövését, akinek azt mondja, hogy takarodj, sátán, mert írva van, uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Tehát az Úr Jézus már a működése elején elhatározza és leszögezi, hogy nem politikai és gazdasági értelemben vett messiás akar lenni. Mert bizonyos dolgot nekünk is világosan kell látni, nem minden a kenyér, és nem minden a hatalom és a birtoklás. Mert hogy az életünk időkeretek közé van szorítva, születtünk és egyszer meghalunk. Persze nem tudjuk szerencsére, hogy mikor lesz az a végpont itt a Földön, amikor a Jóisten magához szólít bennünket. De az kérdés számunkra is, hogy hogyan éljük az életünket. Mi az életünknek a vezérvonala? Mi az életünknek a célja, és mi az értelme? A gondolkodó ember ezt újra és újra fölteszi magának. Miért élek? Miért érdemes nap mint nap fölkelni? Miért érdemes küzdeni? Miért érdemes áldozatot hozni? És ezekre a kérdésekre keressük a választ. Az Isten hívő ember Jézus Krisztusban látja meg az életének az értelmét. És Jézus akkor, amikor kísértést szenved, akkor világossá válik számunkra az, hogy ő nem annak az elvárásnak akar megfelelni, amit a zsidó nép elvárt tőle, hanem ő másféle messiást mutat meg nekünk, amit szintén megjövendöltek az Ószövetségben. Dániel próféta könyvében olvashatunk az ember fiáról, aki a végidőben eljön és megítéli az egész emberiséget. Az Úr Jézus gyakran mondja magáról, hogy ő az ember fia. Ő az, aki a világ végén eljön és megítéli az egész emberiséget. És az Úr Jézus beszél az ő szenvedéséről, hogy szenvedni fog, meg fog halni, de harmadnapra föltámad. Az Úr Jézus mindezt előre megmondja, annak ellenére, hogy az apostolok értetlenek,
és nem értik, hogy miről beszél. Gondoljunk csak Péter apostolra, amikor az Úr Jézus beszél az ő szenvedéséről, akkor Péter tiltakozik, és azt mondja, hogy Uram, ez nem történhet veled. Most fogod helyreállítani Izrael országát. Te vagy az a politikai, gazdasági messiás, aki Izrael népét nagy néppé tudja tenni. És az Úr Jézus Pétert is lesátánozza, azt mondja, távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkodsz, és nem úgy, ahogyan az én mennyei atyám.